Sziasztok, Isten hozott mindenkit Balázs világában. Jó reggelt, jó napot, jó estét, napszaknak megfelelő köszönést képzelje ide mindenki. Nem véletlenül látjátok most fekete-fehérben a felvételt, nagyon fontos hírem van számotokra. Személyeskedni nem szeretnék, úgyhogy ezért csak megpróbálom a lehető legrövidebben előadni a sztorit. Szaporodnak a leveles ládámban azok a levelek, amik kérdezik, hogy miért nincs tartalom. De nem olyan emberektől jönnek, aki tényleg csak arra megy rá, hogy miért nincs tartalom, mert vannak egy páran, akik bennem terméket látnak, és nem az embert, hanem néhányan, ti a közösségből, akikkel régebb óta levelezek, és hála az égnek egyre több intelligens, értelmes ember talál meg, aminek nagyon örülök. Néhányan aggódásatokat fejezitek ki velem kapcsolatban. És annyit szoktam erre válaszolni, kérdezik, hogy nincs-e baj, minden rendben van, hát sajnos van. De csak ennyit mondtam röviden mindenkinek, és azt, hogy később megtudjátok miért. Na most nekem már a mai nap megint szabadságot kellett kivennem ahhoz, hogy a dolgaimat intézni tudjam, ugyanis a hétvégén jelentett teljes mértékben elfoglaltak. Röviden, olyan meetingekre járok hétvégente, amihez semmi kedvem viszont muszáj, mert a jövőnket illetően ennek később nagy jelentősége lesz. A problémánk abból fakad, nem akarok részletezni semmit, röviden, költöznünk kell. És ennek a lebonyolítása roppant körülményes. Röviden csak annyit szeretnék, tényleg költözünk, és Borsodból a Dunántúlra fogunk menni. Szeretném megnyugtatni mindenkit, aki az aggódását fejezte ki a levelekben, hogy nagyjából úgy ennyi van. Köszönöm szépen mindenkinek a megértését, és azért pedig külön hálás vagyok, hogy nem egy ember közületek próbál nekünk mind szóban, mind tettben segíteni, ami számomra egy fantasztikus érzés, hogy van még jó dolog ebben a világban. Most ezeket nagyon nehezen látom meg, de ez a halvány kis szikra is elég ahhoz, hogy talán egy picit jobb kedvem legyen. Ugyanis egy költözés sose egyszerű, és igyekszem tényleg rövidre fogni. Megesküdtem, hogy nem csinálok többet lakásfelújítást, de úgy látszik, hogy nem menekülök ebből a körből. Na mindegy, úgyhogy most nem az van, hogy azt nézegetjük a hardware apró, mi mennyibe kerül, hogy titeket is tudjalak tájékoztatni ezekkel, ha valaki kérdez, hanem bizony megint az, hogy a laminált padlónak mennyi négyzetmétere, stb. Most is alig van időm, mondom, tényleg szabadságot kellett kivennem megint, mert pakolunk össze és már megyünk le a jövendő ingatlanba, ugye fel kell mérni a terepet, amikkel nagyjából tisztában vagyunk, viszont ki kell pontosan számolni egy pár lógot, csempefesték, laminált padló, mint említettem, mi egymás. A jövőt illetően minden ígéretemet be fogom tartani, így görbüljek meg kis új eskü, úgyhogy meg lesz a giveaway, meg lesz az 1 gigabájtos kártyák csatája, stb. Ez a pár doboz pedig azért van itt, hogy legalább egy kis GPU orgiát tartsak számotokra, ugyanis nagyon sok fantasztikus felajánlás érkezett, és amíg csodálkoztam én is, meg párom is, hogy amíg mi el voltunk foglalva azzal, hogy a nyugalmunkért küzdjünk, igazából több mint 1000 feliratkozó döntött úgy, hogy kíváncsi az én pofámra, mert ezt most jobban nem tudom mondani. Úgyhogy valószínű, hogy a jövőben kevesebb lesz a tartalom, viszont igyekszem tényleg azt a bizalmat, amit a kedves nézőim belém fektettek, meghálálni minél jobban, minél hamarabb. Viszont nézzétek el, hogy ez most rengeteg időbe kerül. Lényegében ennyit szerettem volna mondani, tényleg röviden, és akkor hagyjuk ezt a fekete-fehér dacsengő részt, szerkesztő Balázs, váltsát színesre, és nézzünk bele a dobozokba. Ez kinek üzenget? Én már neked üzenem, hogy még a múlt hét végi fizetésre kaptam meg a túlórából. Na, fújjunk egyet, aztán váltsunk át tényleg GPU orgia módra, legalább annyi legyen. Jó, figyeljetek, 1 gigabájtos kártyák csatája már nagyon sokszor előkerült, úgyhogy mutatom most egyenlőre sneak peekként, hogy egyáltalán kik lesznek a résztvevők. Egyet kihagytam. De nincs, nem ment messzire. Most nézem, hogy a dobozban nem készítettem össze. Hát mindegy, ha már itt van a doboz, főleg, hogyha még óvatosan ki tudom venni. Ha, ki tudom, nagyszerű. Egy GeForce GTX 650-es is részt fog venni benne. Ez egy, de jó, hogy még ide van írva az oldalára. Ez egy középkategóriás, 6. szériás GeForce. Nagy durranásra nem kell számítani, mert az 1 GB-os kártyák azok, hát mondjuk úgy, hogy már évekkel ezelőtt kimentek a divatból. Viszont a más nem retro szemszögből
retro szemszögből, hát GTA 5 meg a Skyrim tesztet be fogjuk venni, ezek szerintem nem retrók, mert ezekre 20 év múlva is azt fogom mondani, csak külön nyilatkozok rá, hogy GTA és Skyrim. Ezek örökök. A széria is örök. Belegondoltatok már, hogy miért nincs GTA 6 egyébként? Mert én mindig annyira profitál a GTA 5, hogy lehet nem érdemes kiadni a 6-ot. Na mindegy, ebben nem akarok mélyebben belemenni, ez most csak egy gondolat volt így. Szóval van egy Windforce-os GeForce GTX 650-esünk, 1 GB GDDR5 memóriával. Ha jól tudom, 384 shader van benne. Nem okos, nem erős. Meglátjuk, hogy mire lesz elég az eleje. Patika állapotú egyébként. Ő az egyik. Nem tudom akkor itt pontosan hány darabunk lesz hirtelen. Ez egy Sapphire R7-250X. HD 77-70 vagy 77-90-nel mutat közeli rokonságot. Nem is tudom így hirtelen, most nézzétek el nekem. Nem egy rossz kártya ő sem. Viszont félek, hogy a Full HD-t egyik se fogja megcélozni, úgyhogy lehet, hogy csak 720p-be lesznek a tesztek. Meglátjuk. Ezekből a kártyákból egyébként nagyon sokszor 10.000 forint alatt is talál az ember a használt piacon egészen egészséges és jó állapotban lévő példányokat. Ugye ennek még egész aktív a terméktámogatása is, a 6-os szériáról nem tudok nyilatkozni hirtelen, ugyanis annak nem követem most annyira a drivereit, rég használtam 6-os GeForce-ot, pedig szeretnék, mert volt GTX 670-esem is, 760-om is, 770-em is, ezek eléggé azon architektúrára épülnek, és hát nagyon rosszul öregednek, a vulkán alatt már nem nagyon rúgnak labdába. Na, szóval, ez az R7-250-es is 128 bites, és 1 GB GDDR5-ös. Lássuk továbbá, mi van itt. Á, egy újabb Radeon versenyző. Ez egy HD 6790, jól mondom? Így van. Ennek a kártyának van egy nagyon különleges tulajdonság, ugyanis én azt hittem, hogy 128 bites, aztán amikor megnyitottam a GPU-t, akkor lepődtem meg, hogy lol, 256 bites kártya. 1 GB GDDR5-tel, meg 800 shaderrel. Nem is 6790-nek kéne hívni, hanem 6850 Light Edition. Marha jó kis kártya egyébként. Őt már teszteltem, és Full HD-ba a Dying Light-ot egész jól meg tudja mozgatni. Ja, a Dying Light-ot is bevesszük a tesztekbe. Ja, és alig várom a kettőt, és lesz a Dying Light 1-hez DLC, ami felvezeti a sztorit majd, remélem jók az értesüléseim. A Dying Light első sztoriát össze fogja kapcsolni a kettővel. Szóval, ja, van itt két Radeon, meg egy GeForce, jó. Ujjjjj, GeForce-ok eléggé hátrányban lesznek, ahogy elnézem. GTX 560 még nem érkezett vissza, de minek, hiszen a 650 meg... mindegy. Itt van ez a... hogy csomagoltam be? Jól, majd felszedem. Ez még én vásároltam valami 8000 forintért annó, ez egy HD 5870-es. 1600 shader, 256 bit, 1 GB GDDR5. Driverek nincsenek már több mint 3 éve hozzá, normálisak. Meglátjuk, mire megyünk vele. Erő van, csak tudjuk kiaknázni. Vulkán alatt már ez is elvér ez az egész. Úgy, ahogy van. Várjátok, mert mindjárt jönnek... Bocsánat, várjatok még egy picit, mert most jönnek az igazán érdekes kártyák, ezek a cseppek. Ők már mind fel vannak készítve tesztre, értelemszerűen teszteltek, port lefújtam róluk. Ez egy kis 5670-es. Ő is 1 GB-os GDDR. Ez most vagy 3-as, vagy 5-ös. De nem ezen van a hangsúly. Ugye nyilván ő lesz a sereghajtója az egész csatának. Viszont ez cserébe egy nagyon olcsó megvásárolható kártya. Tucat cikk. Ráadásul nem is jellemző rá, hogy halandóak lennének, mert nincs benne annyi technológia azért, hogy kockázatos legyen, hogy elromlik. Miért veszük be az 5670-est a tesztbe? Nagyon egyszerű, ugyanis lesz egy elcseszett eseli, Crossfire-t akartam mondani, bocsánat, mert ez egy másik 5670-es. És meg fogjuk nézni azt is, hogy két darab 5670-es, mire megy egy darab erősebb kártyával szembe. Meg hát amúgy kis sexy Crossfire, lehet, hogy még hűtést is cserélek rajta, hogy legalább egymásnak szépen tetszelegjenek, vagy ilyesmi. Úgyhogy ők fognak előkerülni az 1 GB-os kártyák csatájában. GTA 4-et is bevesszük. Fú, basszus, nem is tudom melyiket. GTA 4-et vagy 5-öt. Az a gond, hogy a kettőnek, ha hiszitek, hanem nagyjából egy a gépigénye, mert amin a GTA 4 elmegy, azon általában a GTA 5 is. Mert a GTA 4 az optimalizálás tekintetében, ugye egy konzol átirat,
nem lett jó az optimalizálás, viszont sokan összekeverik a GT 5-tel, aminek viszont ilyen optimalizálása van. És nagyon sokan írtok nekem azzal kapcsolatban is, hogy két magos számítógépen GT 5-öztök. Én is kipróbáltam, és katasztrófa volt. Lehet, hogy egyszer megnézzük azt is videóba, de már túl sokat ígérek. Sok pont most, mikor mondom, hogy alig lesz időm ezekre. Na most jön aztán a GPU orgia, azon a része, ahol lehet dobni nyugodtan. Az égszíja. Oh, ez egy nagy doboz, ez vagy 8 kiló, kérlek szépen. Kezdjük ezzel? Megmutatlak titeket, nem tápegység van benne, hanem kettő darab király. Ezeknek a java részét Impike ajánlotta fel a csatorna számára, aki már a csatorna kezdetétől számítva visszatérő felajánló. Hálásan köszönöm. Neki már leadtam a helyzetjelentést ezekkel kapcsolatban. Hétvégente annyit foglalkoztam a kártyákkal, hogy mindegyiket megpróbáltam úgy nagyjából egy fél óra alatt letesztelni. Bár mind külön el van csomagolva értelemszerűen. Ugye tudjátok nagyon jól, hogy mi ez. Régebbi nézőim tudják, az újakat köszöntelek titeket egyébként a csatornán. Ez egy 8800 GTX. Nekem a GeForce 8-as széria az kb. Nvidia-tól a szívem csücske majd, hogy nem. Nagyon kedvelem az Nvidia-t, az AMD-t is, és mindegyikből vannak kedvenceim, de Nvidia-nál talán mondhatjuk, hogy a 8-as széria az, ami tényleg a szívemhez legközelebb áll. Ez egy 88 GTX. Ezek valami 15 éves kártyák, és annó 170 ezer forintba kerültek, bruttó 170 ezerbe. És most megint van nálam kettő, összesen van már vagy 5-6. Ez az egy működik. És csak remegő tekintettel nézek fel az informatika istenére, bárhol a felhők köszön, hogy kérem, legalább a teszteket bírja ki. Csak egy-két órát bírjon ki normálisan működés közben. Rendesen félek ezektől a kártyáktól. Bármelyik pillanatban úgy dönthetnek a semmire, hogy viszont lágytojás van. Ő volt az egyik. Azt hiszem ő, aki működik. Ugye itt már nagyon komoly tárolási feltételekről beszélünk, úgyhogy nagyon jó lesz 300 kilométert úgy lemenni. Lehet, hogy még főúton se tudunk közlekedni, mert nem fogom engedni a sofőrnek, hogy gyorsan menjen, mert nem rászkódhatnak a csomagok. Szép lesz, de megold. Az egy zöld nyákos GTX volt, ez pedig egy fekete nyákos lesz. Úgy látom, még egy kicsit működik a ragasztó is itt a szélén. Így van, ez egy fekete nyákos, de egyébként minden 88 GTX az Nvidia referencia ajánlását követi. Hűtés és felépítés tekintetében is egyaránt a PCB, azaz a nyák színe változhat, ennek fekete, az előzőnek pedig zöld volt. Tovább folytatva a 8-as szériás GeForce-ok ösvényén a haladást, most megmutatom nektek életem legnagyobb GeForce 88-asát, ami ráadásul full patika dobozosan érkezett hozzám. Egy Gainward Bliss 8800 GT-ről beszélünk, ami egy igen egyedi hűtést kapott. Várjátok csak ki. Na, mit gondoltok, szexi? Fú. Hát most csúnyát fogok mondani a gyerekek, de ez egy nagyon baszó 88 GT. Nem tudtam őt se húzamosabb ideig tesztelni. Borzasztóan beletörik a fogal a GT 4-be. Azok a beállítások, amikhez ilyen high, meg full HD-hez hozzá vagyok szokva, ott ez a kártya ilyen 15 FPS-t, aki tud pumpálni magával, de senkit nem érdekel. Még egy kicsit kifliben van a nyák is, de megy, működik tökéletesen. És nem is akarom megtisztítani, meg piszkálni, mert egyébként ott van minden hűtőborda. Nézzétek a hűtő és a nyák közé, a memória csipeken, a feteken is van, úgyhogy valószínű ennek köszönheti a kártya, és annak, hogy az előző gazdája gondos volt, körültekintő és hozzáértő személy, hogy még mindig hibátlanul üzemel. 44-45 fokot mértem maximum terhelés alatt? Nyáron tetőtérbe. Hála az égnek megszűnik a tetőtér, nem tetőtérbe leszünk, normális földszintes ház. Földszintes ház a legjobb ház egyébként.
Ja, és természetesen a gyári hűtése is megvan, ha vissza akarnám cserélni. De miért is akarnám, nem? Most jönnek a nagy ágyuk. Ami ebben a dobozban van, megnéztem, hogy Magyarországon hány darab található esetleg a használt piacon. Négy termékre kerestem rá, csak hardware aprón néztem meg egyébként, Vatera meg ezek a Struszpassz jófogást, ezek engem nem érdekelnek. Hardware aprón négyből egy terméket találtam mindössze, hogy egy darab eladó. Pont az egyik legritkábbat fogom a kezemben. Ez egy méretében is tekintélyt parancsoló kártya. Fogyasztásában szintén, ugyanis 375 wattot fogyaszt. És miután a számítógépben, amiben teszteltem, mindössze 550 wattos táp van, amíg ugye nem kapcsol performance módba, addig nincs baj, de amint a Windows asztal az Aero megjelenítése előjönne, és hogy ott már valami erőt le kell adni, ott kihal a számítógép alul, de valószínű, hogy tényleg csak az erősebb tápra lesz szükség. Ez egy AMD Radeon 7990-es videókártya, ami felfogható, egy testben, két lélek, 7970 Crossfire, egy darab nyákon, egy darab PCB-n. Nagyon szexi, halka kártya egyébként, melegedésről nem tudok beszámolni, hiszen nem próbáltam ki a teljesítményét illetően. 6 GB-os, ugye ez a 2x3-ból jön össze, 384 bit, nyilván ebből is kettő van, de ezeket az értékeket nem szabad összeadni a szorzás által, mert értelmetlen. Ugye itt nagyban függ az adott program optimalizálásától és a Crossfire vagyis driver teljesítményétől is, hogy most a játékban igazából mit produkál. Két darab 8-asról kell enni, makulátlan állapota van, makulátlan. Én DVI-jal használtam. Van backplate, úgyhogy imádom. Télen ezzel fogok fűteni, ebbe biztosok lehettek. És természetesen ezeket az erős kártyákat az i7-7700K mellé fogom berakni. Nyilván lesz nem kis driver probléma, mert valószínűleg az Afterburner marhára nem fog működni. De valahogy akkor is megoldom, hogy meglegyenek a felvételek. Mert ezt ki kell próbálni komolyabb Battlefieldekkel is. Amire már megint egy jó idején nem volt időm, de mindegy. A következő kártyánk egy, nem tudom én sem, hogy hirtelen mi van benne, hát, a kisöccse lenne talán? Igen, az egyik kisöccse. Ez egy HD 5970-es, amivel már találkozhatatok a csatornán a Szent Háromság című videóban. És ugye ez a kártya 3200 shader tartalmaz, jó, most én is összeadtam. Ugye az 5970-es, az két darab 5870-es egy nyákon. Megint csak egy masszív, tekintélyt parancsoló felépítésű, igen komoly retro kártyával állunk szemben, ami úgy fossa ki a Dying Light-ba az FPS-t, ahogy van. GTA 5 minden megmozgat, egy baj van. GPU-nként 1 GB VRAM-mal van szerelve mindössze, és ez nagyon hamar megállítja a teljesítményt. Hát okosan kell csinálni. Lehet, hogy őt is be kéne már pattintani az i7 mellé, megnézni, hogy mit tud. Tökéletesen működik, pöcröf. Azt hiszem, hogy ő lesz a hiányzó láncszem, mert ha van 7990, és van 5990, akkor kitaláljátok, így van, ő lesz a hiányzó láncszem. Ez pedig, kérlek szépen, kérlek alássan, patika állapotú 6990. Érdekes, hogy neki is 375 wattban meg van meghatározva a TDP-je, 2-8 tűsről kérenni, és őt elvitte az 550-es táp. Kipróbáltam a Dying Light-ot gyorsba, amit a monitor meg a beállítások megbírtak, azt 40-60 FPS gond nélkül. i3 mellett, mert egy i3-os gépen próbáltam ki őket. Úgyhogy megint csak azt kell, hogy patika kártya. Az azt, hogy megkérdeztem, amikor bekapcsoltam a számítógépet, hogy mit keres nálam a hajszárító. Mondom, gyere be, légy szíves, nézd meg. Aztán, hogy a videókártya ilyen. Mondom, te fején találtad a szöget, mert tényleg hajszárítónak becéztük ezeket annó. Ez a gyári mókuskerekes hűtés egy katasztrófa. Viszont senkit nem érdekel, mert megy és működik. Gyönyörű, patika állapotú. Én nem tudom, honnan szerzik be ezeket az emberek. Vagyis, hogy tudom, mert
eBay-ről lennének egyébként, viszont az honnan szerzi be, aki az eBay-n adja el, hogy ilyen makulátlan állapotban kerül hozzám a kártya. Na, ami ebben van, erről nem mondok semmit, csak nézzétek meg először. Hatalmas kuriózum, nagyon nagy ritkaság. Manapság már az 2013-14-ben még volt 3-4 is per hó a használt piacon. GX2. Gyönyörű. Kérgigabájt labban próbáltam ki B2, azaz VGA a BIOS Initialize Error, vagy valamivel, de ugye dobja a gép. Hát korábban sem volt jellemző rá a megbízhatóság, ez egy nagyon hamar halandó széria lett, amiért sokan a sandwich panel felépítést, ugye felül van egy nyák, meg alul, és közte van egy hűtés. Ez a kártya olyan 70 fokról indul idlébe egyébként. Aztán még ugye itt próbáljon meg levegőt szívni, meg hasonlók. Viszont van rajta HDMI. Nem emlékszem annó, milyen GX2 volt kollégának, és nem tudom, mi volt rajta HDMI, de ez nekem most nagyon megkönnyítette volna a dolgokat, bár már van DVI HDMI átalakítóm is. Hatalmas kár, hogy nem működik, ugyanis a matrica az egy kicsit foncsoros, leszámítva karcmentes, makulátlan állapotban van. Megpróbálok mindent elkövetni azért, hogy esetleg őt is megnézze majd egy szakember. Nem jöttek még vissza a javítandó videókártyák, majd visszaérkeznek, aztán szépen beindul egy pár másik dolog is. De elég sok GPU felújításos videó is lesz, mert érkeznek hozzám olyan kártyák, amik működnek, viszont 80-90 fokról indul idlébe, stb. És csak annyit mondhatok, hogy nem 88 GT-kről lesz szó, mert azoknál jellemző ez a jelenség, hanem egy pár, lehet, hogy bányászkártya is landolnám. Engem nem zavar, ha bányászott, csak működjön, tesztet bírja ki. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videót. Próbáltam lehetőleg rövidre fogni a dolgokat, és a végére belevinni egy kis informatikai szellemiséget, hogyha lehet így fogalmaznom. Megpróbálok majd egy pár szösszenettel jelentkezni számotokra. Néha nézzétek el, hogy nem biztos, hogy mindig sikerülni fog, de mindenkit igyekszem tájékoztatni. Arról, ami fontos és tudnotok kell róla, a levelezésben se leszek mindig elérhető, de igyekszem mindenkinek válaszolni, amint és ahogy lehet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videót, nem sokára találkozunk a jövőben valamikor. Addig viszont nekem még össze kell állítanom gyorsan egy számítógépet, meg wifi hálózatot levinni magammal, hogy telefonon is tudjuk nyomni, meg mi egymás, mert már legalább a netbe van kötve. Ennyit szerettem volna, csak legjobbakat mindenkinek, kellemes pihenést a hétvégére. Valaki akarja egy terihenger, meg spakli hadsereggel, nyugodtan rendelkezik, az szóljon, mert lehet, hogy felmérelem őket. Vicceltem csak, nem kell, mindent megcsinálunk magunk. Sziasztok, legjobbakat mindenkinek!